méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Békesség a testvéreknek, hittel, szeretettel együtt az Atya Istentől, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, mai alkalmunkon végig ülve maradjunk. Az énekeket nem fogjuk külön bemondani, a kivetítőn megjelenik, illetve sorszám szerint azon a táblán kezdődik, és ott folytatódnak a sorszámok. Érettünk szenvedett Krisztus. Bűnbánattal állunk meg színed előtt, és alázattal valljuk meg neked, hogy sokszor elárultunk mi is téged. Megvalljuk, hogy elmulasztottuk a hit cselekedeteit. Elmentünk sokszor fele barátunk mellett, és átnéztünk felette. Még lehet, hogy egy barátságos szóval sem üdvözöltük őt.
Urunk, ne engedd, hogy ilyen életünkben maradjunk. Hogyha most magunkra nézünk, és magunkba látunk, akkor hányszor tagadtunk meg téged, Urunk? Hányszor illant el bátorságunk, és hallgattunk rólad? Hányszor becsültünk többre a világ tüzét? Segíts, Urunk, hogy mindezeket megbánjuk, és visszaforduljunk, mint a bocsánatért síró Péter. Jézusunk, aki így imádkoztál értünk, Atyám, bocsáss meg nekik, bocsáss meg most nekünk is. Akkor, ami bűnös régi életünk megfeszítetik és meghal, de feltámad veled új, szent életre. Használd fel erre az átalakításra a mai alkalmunkat, és alakíts igéddel, szent lelkeddel bennünket. Amen.
Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szöllőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített benne. Azután bérbe adta a munkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor elérkezett a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Azután ismét küldött szolgákat, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és azután miénk lesz az öröksége. Majd megfogták, kidobták a szöllőn kívülre, és megölték. Vajon majd, ha megjön a szöllő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket, a szöllőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejében. Erre megkérdezte tőlük Jézus. Sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát. Akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta. Thank you.
Amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, maga mellé vette külön a 12 tanítványt, és útközben ezt mondta nekik: íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad. Amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szólt a tanítványaihoz: tudjátok, hogy 2 nap múlva lesz a húsvét ünnepe, és az emberfia átadatik, hogy megfeszítsék. Ekkor összegyűltek a főpapok, az írástudók és a nép vénei Kajafás főpap palotájában, és megegyeztek abban, hogy Jézust csellel elfogják és megölik. De ezt mondták: ne az ünnepen, hogy zavargás ne támadjon a nép között. Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt: mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok 30 ezüstöt állapítottak meg neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. A kovásztalan kenyerek első napján odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: hol akarod megenni a húsvéti vacsorát, hol készítsük el? Ő ezt válaszolta: menjetek a városba, ahhoz a bizonyos emberhez, és mondjátok neki: a mester üzeni, az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvéti vacsorát tanítványaimmal. A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor este lett, asztalhoz telepedett a 12 tanítvánnyal. Evés közben így szólt: bizony mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Erre nagyon elszomorodtak, és egyenként kérdezni kezdték tőle: talán csak nem én vagyok az, Uram. Ő pedig így válaszolt: aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az emberfia elmegy, amint megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Megszólalt Júdás is, az áruló, és ezt kérdezte: talán csak nem én vagyok az, Mester. Te mondtad, felelte neki. Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem.
Azután vette a poharat, és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszok mostantól fogva a szőlőnek ebből a terméséből a manapig, amelyen majd újat iszom veletek atyám országában. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Akkor így szólt hozzájuk Jézus. Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájjuhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak. És így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vérasszatok velem. Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Ennyire nem tudtatok vérasztani velem egy órát sem. Vérasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk, íme közel van az, aki engem elárul. Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a 12 közül,
és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal a főpapoktól és a népvéneitől. Az árulója ezt az ismertető jelet adta meg nekik. Akit megcsókolok, az lesz ő, azt fogjátok el. Majd egyenest Jézushoz menve így szólt. Üdvözl légy, Mester! És megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki. Barátom, hát ezért jöttél? Akkor odamentek, rátették a kezüket és elfogták. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott. Kirántotta, lecsapott a főpap szolgájára és levágta a fülét. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Tedd vissza a kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellé most 12 sereg angyalnál is többet? De miképpen teljesednének be akkor az írások, hogy ennek így kell történnie? Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz. Úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Minden nap a templomban ültem és tanítottam. Mégsem fogtatok el. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak. Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájának udvaráig, és bement, leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. A főpapok pedig, az egész nagy tanáccsal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szert tenni Jézus ellen, hogy halálra adassák. De nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta,
le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá. Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak. Jézus azonban hallgatott. A főpap ekkor azt mondta neki, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Jézus ekkor így felelt, te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A főpap erre megszaggatta ruháját, és így szólt. Istent káromolta. Mi szükségünk van még tanúkra? Íme most hallottátok az Isten káromlást. Mit gondoltok? Azok így feleltek, méltó a halálra. Azután szembeköpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták. Profétáld meg nekünk, Krisztus, ki ütött meg téged? Péter ez alatt kint ült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló lány, és így szólt. Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta. Nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló lány, és ezt mondta az ott levőknek. Ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel. Nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott áldugálók mentek oda, és így szóltak Péterhez. Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad. Átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, 3-szor tagadsz meg engem. Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt.
Amikor megvirradt a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra juttatják. Azután megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Jézus pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Te mondod, válaszolta neki Jézus. De mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus. Nem hallod, mi mindent vallanak ellened? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem. Úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabbásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük. Mit akartok? Melyiket bocsássam nektek szabadon? Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki. Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. Erre a helytartó újra megkérdezte őket. Mit kívántok? A kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták, Barabbást. Pilátus így szólt hozzájuk. Mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan így kiáltották. Feszítessék meg! Azután ezt kérdezte. De mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak, feszítessék meg! Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a forrongás még nagyobb lesz, vizet hozatott, megmosta a kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt, ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Ám ti lássátok! Az egész nép így kiáltott. Szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatta és kiszolgáltatta, hogy feszítsék meg. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt. Üdvözlégy zsidók királya! Azután leköpték, elvették tőle a nátszálat, és a fejéhez verték. Thank you.
Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponyahelynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Azután leültek ott, és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt: ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt: másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta: Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Thank you.
12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, Éli, láma sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte, és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták: Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak: Bizony, Isten fia volt ez. Az Isten áldja, de ki szent bűnöm én. Isten kell lenni.
Magasztalunk, Jézus, hogy noha Isten formájában voltál, nem tekintetted az zsákmánynak, hanem önmagadat megüresítetted, szolgai formát vettél fel, és hozzánk hasonlóvá lettél. Magatartásodban is embernek bizonyultál. Megaláztad magad, és engedelmeskedtél, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Hálát adunk Istenünk, hogy a Krisztus érdeméért nekünk megbocsátottál, minket visszafogadtál, megbékülhettünk veled. Segíts, Urunk, új életben járni, akaratodat egyre inkább cselekedni, fele barátaink javára és dicsőségedre élni. Szent lelkeddel munkáld, hogy ünneplésünk téged dicsőítsen, másokat feléd segítsen, és minket megerősítsen küldetésünkben. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Szeretett testvérek, ma este Máté evangéliuma szerint állt előttünk a mi Urunk Jézus Krisztus küldetése, érettünk való szenvedése. Legyen áldott bennünk mindez.
A holnapi napon 6 órakor tartjuk istentiszteletünket, és az óraállításra is figyelve ünnep első napján az úrasztalát 9:30-kor és 10:30-kor is megterítjük, hogy fölszabadult szívvel örvendezhessünk.